Kedves vendégeink! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István király és a keresztény magyar államalapítás emléknapja tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésünkön. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt Fekete Miklós művésztanár támogató kíséretével. Csikósné Juhász Erika jegyzőasszonyt, Aratóné Perési Marianna járási hivatalvezető helyettest és Berecki Andrea osztályvezetőt, Lőrinciné Harászi Andrea református lelkész és Bacsó János görög katolikus parókust, a képviselőtestület megjelent tagjait, a történelmi egyházak képviselőit, az intézmények vezetőit, képviselőit és minden itt megjelent kedves vendégünket. Felkérem Cserés Csaba urat, Tiszalök város alpolgármesterét ünnepi beszédének megtartására. Tudd meg, hogy a holnapi napon, a nap első órájában hozzád ismeretlen nemzet követei jönnek, akik tőled fejedelmüknek az apostoli áldás ajándékával egyetemben királyi koronát követelnek. A koronát hát, melyet csináltattál fejedelmünknek, miként kérik, eljuttatni ne hozzá. Így szól a história, ami a 12. században élő Hartwig püspök tollából származik. A pápa ajándékával vette kezdetét egy nagy formátumú uralkodó nemzetnek államot és ezáltal jövőt teremtő áldásos tevékenységet, amelyet a pápa és a német-római császár egyformán szentesített. Tisztelt ünneplők, kedves díjazottunk, kedves tiszalökiek! Augusztus 20-a az egyik legtöbbet nyúzott ünnepünk, legalábbis történetét tekintve mondhatjuk ezt. Meg is járta a hadak útját, viselte már a legősibb magyar ünnep, az alkotmány napja, az új kenyér ünnepe címet is. 1891 óta Ferenc Józsefnek köszönhetően ókaszüneti nap. Mindenkor azt az elnevezést aggatta rá, és a képben értelmezte, amely leginkább passzolt az aktuális hitvalláshoz, politikai nézethez. Végül 91-től a Magyarország gyűlés határozata szerint Szent István napja hivatalos állami ünnep lett. Államalapításunk ünnepén István királyunkra emlékezve újból és újból felidézzük az ezer évesnél régebbi történelmi pillanatokat. A tettért, amely nemzetünk megmaradásának záloga volt, egy nép keresztény hitet érítéséért, mivel uralkodó és nemzet kiérdemelte a nemzeti megbecsülést. És ugyanaz egykori események részleteiről még ma is vitatkoznak. Történészeink abban mindenképpen egyetértenek, hogy a nagyszerű kolostor és templomépítőnek, a jogrendet teremtő bölcsuralkodónak köszönhetően, akik
akinek intelmeire ma is érdemes figyelemmel lennünk, kétségbe vonhatatlanul Európa része lettünk és maradtunk. Erkölcsi és politikai válságok idején természetes módon fordulunk a múlt felé, hogy cselekedeteink számára biztos támpontokat ott találjunk, ha a jelen semmilyen nem kínál nekünk. Nincs ez másképp napjainkban sem. Most, amikor az Európai Unió és az európai értékek korában elképzelhetetlen hanyatlásnak lehetünk tanulni. Mi szerencsés nemzet vagyunk, bár történelmünk nem volt mindig sikertörténet, mégis sok fogódzót nyújt a jövőre irányuló helyes döntéseink meghozatalához. És az egyik legvilágosabb példával államalapító Szent István királyunk szolgál számunkra, aki apja Géza fejedelem nyomdokai haladva generációk munkáját végezte el alig 4 évtized alatt. Felelős államférfiként megfékezte a fennmaradásunkat veszélyeztető belső széthúzó erőket, az egyház támogatásával megteremtette a magyar állam évszázadok politikai viharait és hódítókat túlélő intézményeit, védelmezte határainkat a kívülről ránk törő ellenséggel szemben, és mindeközben biztosította helyünket az európai keresztény népek sorában. István igen hosszú uralkodása nem csak szilárd alapokat fektetett le, de egy stabil intézményt is létrehozott ezeken az alapokon. Azóta az őt követő nemzedékek felelőssége ennek az intézménynek, ennek az építménynek a megőrzése az utódok számára. Az államalapítás egyik mának szóló üzenete, hogy erős Európa csak erős, szuverén nemzetek szövetségén alapulhat. Szent István pontosan ennek szellemében kormányozta az országot, mintha ma lett volna. Egyenrangú uralkodóként jó kapcsolatokat épített ki saját birodalmaival, birodalmai határaival, elhárítva annak veszélyt, hogy akár Bizánc, vagy akár a német-római birodalom alárendeltjeivé váljunk. Mit tud ma hozzátenni egy alig 10 milliós ország ehhez? A gazdaságban a lehetőségeink korlátozottak, de tehetségben azonban a határ a csillagos ég. Nem a számosság, a minőség számít, a versenyképesség, az eltökéltség, a szorgalom és a bátorság. A magyar Európa igen versenyképes nemzetének számít, és ez így van a kultúrában, informatikában, tudományokban, orvostudományban, a sportban is. Az idén is nagyon komoly eredményeket értünk el az előbb felsorolt területeken. Gondoljunk csak arra, az olimpián több mint 100 népesebb ország közül 14. helyet értük el. 19 érem hat aranyat. Micsoda érzés volt a magyar himnuszt hallgatni 6-szor. Halka jegyzem meg, akinek ez nem dobogtatta meg a szívét, nem tudott ennek örülni. Nem is igazán magyar. Az első világháború után gyalázatosan átszabták határainkat. Elvették tőlünk természeti erőforrásainkat, és azóta ebben az országban minden, ami van, az csak munkával teremthető elő. Nem elég lefúrni a földbe, hegyein nincs érc, az erdőkben nem alkalmas ilyen mennyiségben a fa épületet építeni és sorolhatnám. Itt minden munkából kell előteremteni, nagyon sokat kell érte dolgozni. Abban mindenki egyetért, hogy vészterhes idők vannak most az emberiség számára. Gondoljuk csak bele, itt vannak az értelmetlen háborúk, járványok, kontinensek közötti népvándorlás, súly bennünket az éghajlatváltozás, és azzal, hogy a vezető országok világszervező pozíciója is megkérdőjeleződött, rengeteg bizonytalanság keletkezett a világban. Nagyon veszélyes idők járnak most ránk. Nagyon észnél kell lennünk. Ezért fontos, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk arra, hogy Szent István új útra vezette az országot, de azt tudnunk kell és emlékeznünk kell rá, hogy mennyi erőt, küzdelmet és áldozatot követel tőle, és természetesen az itt élő emberektől ez a sok súlyos döntés. A változás az ország újrászervezése. Ne felejtsük el azt sem, hogy egy ember élete is kevés volt ahhoz, hogy új rend, szilárd rend legyen és erős. Életének talán a legfontosabb üzenete éppen az, hogy nem csak az fontos, milyen utat választunk, hanem az is, hogy mit viszünk magunkkal erre az útra. Félelmet, önzést, irigységet, vagy esetleg bátorságot, bizalmat, reményt.
Keveset tudunk arról, hogy István milyennek látta a magyarság földjét itt a Kárpát-medencében. Keveset tudunk arról, hogy milyen érzésekkel tekintett országának népére, a hegyvidék, az Alföld magyar közösségeire, hogy mit remélt, milyen jövőt álmodott az itt élő embereknek, amikor körülnézett, felnézett az égre. Egyáltalán arról is keveset tudunk, hogy milyen gondolatok gyötörhették. De a történelmi emlékezet megőrizte számunkra az Imre Herceghez írott intelmeit, amelynek minden sorát láthatja az erő és a szenvedély. Az a félelmetes személyes meggyőződés, amellyel szembenézett az úttal, ami számára is ismeretlen volt, amellyel vállalta a harcot, a küzdelmet, és elég bátorságot adott neki ahhoz, hogy képes legyen a cselekvésre. Mert ahogy mondani szokás, a bátraké a szerencse. A félelem csak ajtót nyit a gyengédségnek. Csak alkalmat ad arra, hogy játékszerei legyünk az erősebb hatalmaknak, és néhány évtized múltán már csak rövid bekezdés legyünk a történelem könyvek lapjain. Nemzedékek sora vigyázott István örökségére, nekik köszönhetjük, hogy itt vagyunk. Az, hogy ma létezik egy erős, egységes, független nemzet. És itt is leszünk, ha az ő szellemében cselekszünk. Ha mindez számunkra is személyes ügy és meggyőződés, akkor az örökségnek, ahogy szoktuk sokszor mondani, a mi kis kincses dobozunknak, amit Magyarországnak hívunk, van jövője, szép jövője van. Tisztelt ünneplők! Ez egy olyan ünnep, ami összeköt minket. Egy kötelék, amely mutatja, hogy sokkal több bennünk, ami közös, mint ami szétválaszt. Erősítsük ezt az érzést. Emlékezzünk rá a mindennapokban is. Kívánom minden tiszalökinek, hogy ezen a hosszú hétvégén érezzék jól magukat, beszélgessenek egymással, próbálják megérteni a másikat, és ebből mentsenek kicsit át a mindennapok zűrös, rohanó, őszintétlen világába is. Ez lehet Szent István üzenete. Kérem, fogadják meg, fogadjuk meg. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen! Ünnepségünkön hagyomány, hogy Szent István király ünnepén a történelmi egyházak képviselői megszentelik és megáldják a nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret. A befejező áldás után pedig szétosztásra kerül a felszentelt kenyér. Felkérem Lőrinciné Harászi Andrea református lelkészasszonyt és Bacsó János görögkatolikus parókus urat az új kenyér megszentelésére, megáldására. Isten igényét Máté evangéliuma 14. részéből olvasom, a 13. verstől kezdve. Amikor meghallotta ezt, Jézus eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszállta őket és meggyógyította a betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és ezt mondták: lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik: nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak: nincs itt egyedünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta: hozzátok neked ide azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket. És a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Könyörögünk az Úrhoz, Uram irgalmazd, Szent Uralkodó mindenható Atya, Örök Isten kegyeskedjél megáldani ezen kenyereket szent lelked áldásával, hogy mindnyájan, kik ezekből táplálkozni fognak, lehet üdvösséget, testi épséget, minden ellenséges szándék ellen hathatós védelmet nyerjenek. A mennyekből alászálló, a világnak életet és üdvösséget adó Úrunk Jézus Krisztus által, ki
ki veled és a Szent Lélekkel egyetemben él és uralkodik, most és mindenkor, s örökkön örökké. Amen. Megáldatnak és megszenteltetnek ezen kenyerek, a Szent Lélek malasztja és a szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Amen. Helyünkről felállva burkoltam, imádkozzunk el közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyükön állva maradva fogadjuk tiszteletes asszony áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját rád, adjon neked békességet. Köszönjük szépen a szolgálatot! A képviselőtestület a kiemelkedő társadalmi, gazdasági, közszolgálati, tudományos, oktatási, nevelési, művészeti munkásság, továbbá egészségügyi, sporttevékenység elismerésére Tiszalök városért kitüntető díjat alapított. Ebben az évben a kitüntetést a képviselőtestület 56/2024 5.23 KT határozata alapján Fekete Miklós művésztanár kapja. Fekete Miklós Kárpátalján, Szalókán született 1978. augusztus 15-én. A helyi általános iskola és a Csapi Zeneiskola elvégzése után tanulmányait az ungvári közművelődési szakközépiskolában folytatta a magyar nemzetiségű diákok számára létrehozott magyar tagozaton, ahol 1997-ben az érettségi mellett fúvószenekarvezető, művelődési intézményvezető és művelődés szervező középfokú képesítést kapott. A tanítás mellett már a szakiskolás évei óta tagja volt a szomszéd faluban Eszegyben működő Ritmus Néptánc Együttes zenekarának, ahol klarinéton játszott, és amelyet édesanyja alapított és vezetett. 2000-ben beiratkozott a Dévai Nagy Kamilla által vezetett Budapesti Krónikás Ének Alapítványi Zeneiskolába, ahol ének-gitár szakon tanult egy évig. Ez idő alatt ismerkedett meg jobban a Kodály módszerrel, melynek ismeretére szüksége volt ahhoz, hogy Magyarországon tovább tanulhasson. Budapest után Nyíregyházán folytatta a tanulmányait, ahol 2006-ban fejezte be a Nyíregyházi Főiskolát ének-zene-népzene szakon. Közben 2002-től 2006-ig párhuzamosan tanult a Kievi Nemzeti Kulturális és Művészeti Egyetem ungvári levelező tagozatán, klarinét szakon, melyet 2008-ban fejezett be. Tiszalökre 2007-ben került, amikor a Kossuth Lajos általános és alapfokú művészeti iskolában létrejött a fafúvós tanszak. Azóta is ő a fafúvós tanszak vezetője, és klarinét, furuja, szakszofon, tárogató hangszereken tanítja növendékeit. Tanítványaival gyakran fellépnek iskolai, városi és egyházi rendezvényeken, de nyíregyházi hangversenyeken is értek már el szép eredményeket, valamint a megyén kívülre és Kárpátaljára is elvitték már Tiszalök jó hírét. 2008-tól aktív tagja a Tiszalöki Népzenei Együttesnek, akikkel a rendszeres próbák mellett számos fellépésen vesz részt a városban és városon kívül. Orgonál a Tiszalöki Református templomban a vasárnapi istentiszteleteken, emellett presbiteri tisztséget is betölt az egyháznál. Önálló tárogató játékával gyakran fellép a város rendezvényein, mindig szívesen tesz eleget az újabb felkéréseknek. 2010-től Tiszalökön lakott, 2011-ben pedig itt alapított családot. Három gyermeke van, ketten Nyíregyházán énekzenetagozatos általános iskolába járnak,
a legkisebb pedig szeptemberben kezdi el az óvodát. 2019-ben családi házat vásároltak Nyíregyházán, de csak a lakcíme változott, hiszen a munkahelyét és minden korábbi tevékenységét megtartotta Tiszalökön. Szívesen visszajár ide dolgozni, mert megkedvelte a várost és az itt lakó embereket. Kollégái nagyon segítőkészek, és mindenkivel jó a kapcsolata. Nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy egy ilyen magasrangú díjat ítélt meg neki Tiszalök város önkormányzat képviselőtestülete, melyet ezúton is nagyon szépen köszön. Munkáját, tevékenységét továbbra is a legjobb tudása szerint és a legnagyobb odaadással igyekszik végezni Tiszalökön. Szívből gratulálok a kitüntetetnek, és felkérem Cserés Csaba alpolgármester urat, Csikós Négy Juhász Erika jegyzőasszonyt, és Tölgyes Attiláné képviselőasszonyt a díj átadására. Tiszalöki Népzenei Együttes előadásával folytatjuk ünnepi műsorunkat. Népzenei Együttesünk jövőre ünnepi fennállásának 60. évfordulóját. Népzenei versenyeken, minősítőkön számtalan ezüst, arany, aranypálva oklevelet, külön díjat és nyígú díjat kaptak. Az elért eredménye Fekete Miklós tárogató játékának is köszönhetőek, hisz nagyon ritka, amikor egy citara együttes előadását a tárogató hangja színesíti. Miklós 16 éve csatlakozott hozzájuk először klarinéttal, majd népi hangszerhez jutva tárogatóval. Azóta lelkiismeretesen részt vesz a próbákon, fellépéseken. Az együttes nagy örömmel fogadta a hírt, hogy városunk vezetése őt választotta díjazottjának. Ezúttal is gratulálnak, és kéri, amit sok díjazottnak eljátszott már, most tegye meg saját maga és minden jelenlévő tiszteletére. Sajnos többen hiányoznak közülük, különböző okok miatt, de annál nagyobb szeretettel, lelkesedéssel adják elő műsorukat. Csendüljön a jól ismert moldvai magyar népdal, majd nyírségi és gömöri népdalokat hallunk előadásukban. Művészeti vezetőjük 23 éve, Cicerné Tarai Erzsébet. Fogadjuk műsorukat sok szeretettel! Oh,
Thank you.
vendégeink az asztalon mögöttem lévő szentelt kenyereket városunk önkormányzata felajánlja a Bástya idősek otthonának és az Egyesített Szociális Intézmény idősek otthonának, fogyasszák egészséggel. Kedves vendégeink, ünnepségünk zárásaként énekeljük el közösen a szózatot, Fekete Miklós művész tanár tárogató kíséretével és a Népzenei Együttes közelműködésével. Kedves vendégeink, ünnepségünk ezzel véget ért. Köszönjük, hogy jelenlétük.